A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából megemlékezést tartottak június 3-án Ócsán a városi eseményen, a Hősök terén az ünnepi beszédet Bukodi Károly, Ócsa polgármestere mondta. Az eseményen részt vett Páncél Károly, országgyűlési képviselő is. Képviselő úr, polgármester úr, lelkész úr, kedves barátaink! A nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a trianoni békediktátum 103. évfordulója, a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott rendezvényünkön. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm felvidéki magyar barátainkat, Palástközség polgármesterét, alpolgármester asszonyát, képviselőit és a küldöttség minden tagját. Az előbb szándékosan használtam a rendezvény szót, mert talán még ma is, de az elmúlt években kifejezetten vita alakult ki abból, hogy ezen a mai napon megemlékezünk, vagy ünneplünk. Én azt gondolom, hogy mind a kettőt megtehetjük, és mind a kettőt megtesszük. Megemlékezünk a 103 évvel ezelőtt történtekre, mert az a döntés nem egy életre, hanem nyugodt szívvel mondhatom, egy örökké valósága meghatározta az ország, de legfőképp a nemzet, a magyarság sorsát. Ugyanaz új határokkal, amelyek akkor kialakultak, fizikailag nem kerültek messzebb a Sepsiszentgyörgyön, Topolyán, Dunaszerdahelyen, vagy éppen Palástan élő magyarok, de minden más szempontból, gazdaságilag, szociálisan, szellemileg távol kerültek az anyaországtól. És ezt nem szabad elfelejtenünk, erre emlékeznünk kell, és erre emlékeztetni kell mindenkit. De jöhet a kérdés, hogyha ezekre emlékezünk, akkor ugyan mit ünnepünk ezen a mai napon? Én azt mondom, ünnepeljük azt, hogy az elmúlt 12 évben a magyar kormány, a magyar parlament képviselőről a soraiban sokat tett azért, hogy az említett gazdasági, szociális, eszmei határok leomoljanak, és sokat tett azért, hogy a magyar név megint szép és méltó legyen régi nagy híréhez. És ünnepeljük azt is, hogy ma itt együtt vagyunk. Itt vagyunk az anyaországban született, vagy akár Ócsára születettek. Itt vannak a határ túloldaláról ide költözöttek és Ócsát választottak hazájuknak. És hát itt vannak most azok a magyarok is, akik a mai napra látogattak a határ túloldaláról ide mi hozzánk. Ünnepeljük azt, hogy így együtt lehetünk. És végül ünnepeljük azt, hogy bár sokszorosan megszenvedtük Trianon következményeit, de mivel mi magyarok egy ilyen nemzet vagyunk, ebből a döntésből is erényt, erőt és nemzeti egységet kovácsoltunk. És miért? Hát azért, ahogy a dal is mondja, mert mi egy vérből valók vagyunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Bukodi Károly beszéde után a megemlékezésen Páncél Károly vette át a szót. Az országgyűlési képviselő köszöntötte többek között a Palástról, Ócsa testvér településéről érkezőket is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megemlékezők! Nekünk magyaroknak számtalan nehézségünk adódott a történelemben. Olyan időszakok, amikor már egyébként joggal csak a Krisztusba vetett hitbe tudtunk kapaszkodni. Sokszor volt ilyen nagy forduló és ilyen mélypont a nemzet életében, amikor már csak ez adott, a keresztény hit adott igazán erőt. A helyzet most sem könnyű a mai korszakban, a mai Magyarországon, a mai Európában. Éppen ezért a ünnepi köszöntőmet egy igével kezdeném az Ószövetségből, ahol is Józsué könyve arról szól, a kiválasztott népnek a honfoglalásáról, a sivatagi vándorlásról, a sok-sok harcról, háborúról, viszályról, cselszövésről, majd végül, mikor a Jordánon túl új hazát lelnek és letelepednek, akkor így szól Józsué könyve 21. fejezet 44. vers,
nyugalmat is adott nekik az Úr mindenfelől. Pontosan úgy, ahogy esküvel ígérte atyáinknak. Kedves jelenlévők, nekünk is egy kis nyugalomra volna szükségünk a történelmünkben, a napjainkban, hogy bár lenne egy pár nyugodt esztendőnk, amit nyugodtan fordíthatnánk országépítésre és a nemzetépítésre. Olyan szörnyű időszakokat hagytunk magunk mögött, mint a 20. század, ahol volt két vesztes világháború, felszabadításnak nevezett megszállások, az ország többszöri kifosztása, két szörnyű diktatúra, lakosságcserének hazudott kitelepítése, levert 56-os forradalom, és hát valljuk meg őszintén, a 21. század sem hozott eddig sok-sok nyugodt esztendőt, hiszen emlékszünk még az első évtized végére ebben az új ezredévben, amikor is a nemzetközi pénzügyi világ összeomlott, és hány magyar családot temetett maga alá a valutaválság, mennyi szenvedést, mennyi kint hozott, majd jött egy migrációs válság, egy Covid-járvány, egy láthatatlan ellenséggel szemben, most pedig a legszörnyűbb dolog van, ami lehet, háború a szomszédban, ahol kárpátaljai magyarok is érintettek, és a háború mindig a legrosszabb eszköz a viták elrendezésére. Az országgyűlési képviselő beszédét követően a Palástközségből érkező Antal Réka mondta el Sajó Sándor Magyarnak lenni című versét. Sajó Sándor, magyarnak lenni. Magyarnak lenni. Tudod, mit jelent? Magasba vágyva, tengni egyre lent. Mosolyogva, mint a méla őszi táv. Nem panaszolni senkinek, mi fáj. Borongni mindig, mint a nagy hegyek, mert egyre gyászlik bennünk valami. Sokszázados bú, melyet nem lehet sem eltitkolni, sem bevallani. Magányban élni, ahol kusza árnyak bús tündérekként föl-föl sírdogálnak, s szálaiból a fájó képzeletnek fekete fényű fátlat szövögetnek, és bút, és gyászt, és sejtést egybeszőve ráterítik a titkos jövendőre. Rabmódra húzni idegen igát, álmodva rólad büszke messzi cél, s meg-megpihenve a múlt emlékeinél kergetni téged, csalfa déli báb. Az Ócsai összetartozás napi megemlékezésen beszédet mondott Köpöncei Péter, Palástközség polgármestere is. Az élet megszámlálhatatlan kihívás elé tudja állítani az embert, az emberiséget. Sokszor a geopolitikai játszmák részeseivé válunk anélkül, hogy szeretnénk. Sokszor olyan döntéseket kell elfogadnunk, melyek sorsunkat negatívan befolyásolják. Több mint 1000 éve telepedtünk meg a Kárpát-medencében. Túléltük a római, frank és oszmán birodalmakat. A török, tatár pusztításai sem tudtak szétszéleszteni bennünket. A háborúk, legyen az az első vagy a második, és annak hatásai tényként kimondható, egyúttal megállapítható, hogy komoly sebeket ejtettek, de a nemzet maradt, kitartott. Az első világháborút lezáró döntés következményeképpen állunk most itt, hogy emlékezzünk. 103 évvel ezelőtt nemzetünket feldarabolták, szétszakították. Épp észre nem is lehet értelmezni ezt a beteges döntést, nem lehet felfogni, hogy milyen célt szolgált a trianoni békediktátum. Egy azonban biztos, hogy ha a cél az volt, hogy a magyar vesszen, akkor a döntés célt tévesztett. Itt vagyunk. Együtt vagyunk és erősödünk Európa szerte, mert az anyaország nem feledkezett meg a külhonban élőkről, sem a külhon és a külhon is ragaszkodik az anyaországhoz. Van egy hely, ahol otthon érezhetjük magunkat, ahová fordulhatunk, ha támaszra van szükségünk. Végül, de nem utolsó sorban Puskás Imre a Székelykapu Baráti Társaság képviseletében mondta el gondolatait. Ha visszatekintünk 103 évre, az látszik, hogy minden egyes nap történelmet írtunk és írunk. Igen, mindannyian, akik ma itt vagyunk, és azok is, akik otthon maradtak. Minden napra jutott, és jut valamiféle gonoszság,
torzsalkodás édes hazánk ellen. Nem a semmiből jött több mint 1000 éve a magyar. Volt dicső múltunk, rendíthetetlen jelenünk van, és jövőnk is lesz, ha emlékezünk őseink történelmi tetteire a magyar haza megtartásáért. Megláttam egy felhőt, szép viola felhőt, olyan volt, mint a boldog álom. Szoboszlai kenyér, a heti vásáron, gyenge dombba a pusztán, koszorulva bálom, olyan forma felhő, olyan teljes forma, mint az a te orcád, teljes Magyarország. Az én szívem,